Itt vagyok újra, a Crash on the Run-ba farmoltam eleget, hogy akkor most már megállás nélkül mehessek Nina Cortex boss fightig. Már nagyon kíváncsi vagyok rá, Super or Later című pályán leszünk ellene. És lesz még további 4 csatlósa, akit le kell győzni, mindegyik laborasszisztens. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash on the Run végigjátszás részbe. Itt vagyunk a Super or Later pályán, hiszen itt vannak ezek a laborasszisztensek, illetve majd Nina Cortex boss fight is itt lesz. Szeretnél még látni további Crash on the Run videókat? Lájkkal jelezheted és feliratkozhatsz, hogyha... Feliratkozhatsz, ha nem akarsz lemaradni, hiszen még számos új pálya és boss is vár ránk. Ott a hordók alatt kell lesz majd szerintem átcsúszni, de majd mindjárt kiderül. Itt vagyok, a pumpa jelzi, pedig itt alatta kellett csúszni. Nem rossz. Hát nem egyszerű ez. Collection Run nem így van felépítve, azt tapasztalhattátok ti is. A Battle Run az nem ugyanolyan, mint a Collection Run. Meg ugyanúgy a Team Run is másabb. Úgyhogy itt még ezeket meg kell tanulnom. Már a korábbi pályák a Lost City-ről, illetve a Turtle Woods-ról már ismerések voltak, szóval azokat már tudom, hogy milyenek. Ez viszont nagy újdonság itt. És még hány pálya van? Hát csak abban a világban, amit feloldottunk 30 drága kőnél. Még ott van 3 darab új pálya. Igaz, az még sokára lesz feloldva, de haladok. Ahogy tudok, és itt van a Nitro Labor Assistance, ezzel a jó kis zenével. Na menjünk is, van egy arany low akumaszkom, ha bár ilyen zöldesnek tűnik. Nitrókkal kell vigyázni, illetve azokkal a slime-okkal, mert ők aztán jönnek és ugrálnak, meg viszik a nitrót is. Ajjaj, de hol van? Na itt vagyunk, és akkor dobhatjuk az egyiket, dobhatjuk a másikat. Szuper, le is győztük. Következő feloldásunk majd Scorporilla bandája lesz, és majd a Super or Later-ös drágakő futás, ami a piros drágakő. Következő az Electro Lab Assistant. Jó kis 90-es évekbeli Crash skin, adja a Crash pont bónuszokat, arra lesz kíváncsi, hogy Nina legyőzése után milyen ajánlatot kapunk. Ahogy eddig észrevettem, minden ilyen nagy boss legyőzése után kapunk egy ajánlatot. Valamelyikben van skin, valamelyikben nincsen. Hé, hát ez ugyanaz úgy tűnik. Ez a battle mode, ez ugyanaz, mint az előbb volt, szóval ja, nézzük majd a boss harcot. Itt is vagyunk, az Electro Lab Assistant. Ez benne volt a Crash 2-be is például. Amikor a jetpack-kel... Wow, vigyázz, mi az? Hogy küldi ezeket a tám... De most alatta csúszunk át, azaz? Itt alatta kell csúszni, úgy látom, az a támadás olyan, hú, hát ez durva. Ez nem semmi, a gömb alatt át lehet csúszni. Nem, mi a Nem hiába, nem a teljes megjelenés. Akkor gömb alatt nem nagyon csúszok inkább. Tehát figyelni kell a gömböket, hogy hol jönnek, azt a sávot hanyagoljuk, egyébként pedig akkor csúszni. És akkor itt vagyunk, már jöhet a dobás, az első dobás megvolt, következő dobás is megvolt. 10-es szintű lettem, 5 kristályt és egy snow egget kaptam. Jöhet a 2-es szintű Electro Lab Assistant. Na ez most másabb, ez a kialakítás. Hát nézem, csak olyan gomba volt, szerintem ez már újabb. Ez másfajta battle mode itt a Super or Later-en. Nekem nagyon úgy tűnik, itt a TNT-t átugor. Aha, ez más. Itt még nem is jöttek hordók, pedig hordókkal volt tele az előző. Pókok is jönnek, fú, figyeld! Meg vannak piros pókok, leérkeznek. Jó, azokat nem lehet legyőzni, a zöldeket igen. Itt alatt a csúszok, jó. Hát ezeket is elég elkészíteni. Kihívásokkal teli itt járkágat, elküldöm. Jó. TNT mögött a crash pont. Jövök fel a gombával ide. Küldöm őt előre és egymás után. Az amúgy tök király, hogy egymás után, ha eltalálom, akkor úgy mennyit ki tudok iktatni. Na jönnek már a hordók, checkpoint. És itt is van az Electro Lab Assistant megint. Nagyon király amúgy az animációja. A jetpackes pályákon volt a Crash 2-ben ilyesmi. Annál akart úgy megrázni. Ez most így egyszerűbb, mert itt sima síkság van. Kanyarodik éppen a kicsit a szakasz, de nem túl nehéz így. Eldobtunk egyet, és eldobok még egyet. Már csak egy asszisztens sem maradt, az pedig a Frosty Lab Assistant. Lássuk a Frosty mit ad. Jönnek a hordók, az ismerés az elején. Habár itt oldalt, így le lehetett. Hát ez nem jó. Itt alatt csúszni, de már itt lent vagyunk. Várj, itt megint itt. Aztán vissza föl, mert ott is jön a hordó. Hú, ez is jó. Hogy tök királyek ezek a kihívások. Futásokban mindig vannak ilyen jó akadályok. Tetszenek. Jó, várj, itt hogy? Fú, te itt csak itt oldalt lehet menni. Ja, ha belelököm, akkor nem csak oldalt lehet menni. Milyen lassan gurulnak itt a hordók amúgy. Nem olyan, mint a Super Speedway-en. Na, ott aztán mindig elkap. Ú, mennyi hordó jön itt, ugye? Úgy elküldtem őket. Most nincs maszkom. És itt van a Frosty Lab Assistant. Dobálja a Frosty szérumot, úgy látom. Az dobálja, és az hogy fog... Nitrókat dobál még ide? Meg jönnek megint azok a slime-ok. Mi? Aha. Jönnek a slime-ok, akkor úgy kell figyelni, hogy melyik sávot hagyják ki, és akkor úgy jó, sikerült eljutni ide. Hiába dobott már ott a végén, az már mind
de egyén le is győztem. És már csak Mina Cortex maradt hátra. Na lássuk, milyen lesz ez a boss hard. Ó, erre csak itt, ez milyen ez a Berry, figyeld. Jó, új, azt a. Tehát ilyen fagyasztós, és akkor utána ott lehet haladni. Na, adj csak ide ezt a jó kis fagyasztókát, oda eldobom, szuper, és akkor így mehet. De mi? Hoppa, beakadt oda. Na jó, itt meg már óvatosan, ezt nem a TNT-re fogom elhasználni. Várjunk csak itt, téged úgy elküldelek, aha, ide le lehet jönni, jó. Még nálam van, és meg is tartom, minél tovább ezt a kis gyümölcsöt. Ha bár itt lesz még egy, úgyhogy azt elhajítom, jó. Aztán, jó, checkpoint itt van, utána őt küldöm előre, mehet. Várjál, ezt ijesz kell, innen a hordóról ide, és itt a bumpa. Itt megint lehet a hordóról, azt is fel lehet használni így platformként. Király. Jó, itt van még, ez is jó. Ezt itt lefagyasztom, és akkor ezt meg eltöltöm. Olyan, mint a Chillberry. Ha megvan kettő akumasz, és itt van Nina Cortex, Nitro Nina Cortex. Mi az? Mit csinálhat? Ez a zene tényleg olyan, mint ami a Twin Sanity-ben. Mit csinálnak? Kezét küldte így előre, meg TNT-ket, nitrókat küldnék. Olyan, mint a Twin Sanity-ben ez a zene. Emlékszem, az egy emlékezetes volt. Ne! Elveszítettem mindkét maszkot, hát szabad ilyet? Na várja, itt van a gyümölcs, innen fentről dobok. Nem találja el, hogy mi volt olyankor. Aj, de az a TNT-t rossz. Na ez nem lesz könnyű. Dobok még egyet, innen ha dobok. Nem, felemelkedik. Ja, de eltalálta, jó. Dobok megint neki. Jó, ez az, jó. Három életpontja van még. Ezeket a nitrókat, meg TNT-ket össze-vissza küldheti. Az a keze is, ahogy jön, arra figyelni kell. Na dobok megint. Még egy életpont. Hol a gyümölcs? Ott a gyümölcs megvan. Felvettem, eldobom itt középen. Remélem, hogy elpattogózik odáig. Igen, sikerült elpattintani. Egy dobás, még egy lövés, vagy valami meg. Még egy, és így legyőztük ezt a Nitro Nina Cortexet. Ez volt itt az első változat, illetve tehát most ez az ajánlat, el lehet mondani, hogy mit gondolunk a játékról, illetve itt van a Nina Cortexes ajánlat is. 40 kristály, 10 beta rész és 2 tojás. Itt van akkor a 2-es szintű Nitro Scorporilla, következő 5 drága kövér. Na de nézzük a Suveror Later-ön drága kő utat. Szóval elkezdünk haladni, utána itt az első elágazás, balra az alfa alkatrészek felé kell mennünk, és itt van a checkpoint után balra ez a piros drága kő út, itt pedig a portál. Össze kell törni az összes doboz. És kristály van ott, akkor ez nem a... azt hittem, hogy a... Na nem baj, mennyi. Itt egy doboz, aztán ide fent ez megvan. Itt középen elküldöm. Meg voltak a TNT-vel azok a dobozok. Itt jobb szél. Ők meg le fognak itt esni, vagy hogy jönnek ezek? Várjál. Hát elküldöm, amelyiket elérem. Amelyiket nem érem, azt meg ott hagyom. Itt fent lesznek a dobozok, úgyhogy ide jöttem föl, oda pedig ti leestedek, jövök én is. Aztán ezt elcsúszom, itt küldeném, ez így nem volt jó, akkor itt vagyok bal szélen, az meg volt, itt van még kettő doboz, te hol állsz meg, jobb szélen, de jövök ide, itt alatta csúszok, a TNT aktiválódik, itt titeket úgy egyenesen föl a gombáról, itt a hordóra rá és honnan feljövök, itt innen rá a TNT-kre, jó, a hordó, várj, a hordókról fel kell ugornom, mi, így, és akkor itt a doboz. Ez király amúgy. Aztán itt a TNT, vele itt alatta csúszok, megint alatta, ezeket aktiválom, ide jövök, itt aktiválom, megint megyek tovább itt jobbra, aztán na itt vannak a csúszkálókák, csúszkálj oda, innen nekem fel kell ugorni ide, itt akkor vannak még szélen dobozok, ezek megvannak, titeket, hát itt küldelek téged előre, robbantsál mindent, ez menő volt, és egy maradt ott, itt pedig egy ilyen hasonló hasalásos kell, megvan 80/84? Még 4 dobot? Nem is lát, hol? Na jó, hát vagy nincs kész, vagy pedig elnéztem. Szerintem nem hagytam ki egyet se. Vagy valamelyik TNT csomagot kihagytam, nem tudta aktiválni. Az is lehet. Akkor kezdjük el Scorporilla bandáját legyőzni. 3-as szintű Nitro Crab. Itt vagyunk a Suveror Later pályán, csak most Nitro Crab ellen. Gyerünk, küldjük őt előre, jó. Ő is mehet. Hordókkal vigyázzunk, de nyugodtan át lehet ugorni őket. Ott a crash pont. Itt átcsúszni, ez már ismerős ez a battle rán. És itt van a Nitro Crab, küldi a golyókat felénk. Elég gyorsan érkeznek és 2 sávot kitakarnak. Tehát nekünk csak egy szabad sáv van. Igen, ezért nagyobb szintű már, oda kell figyelni mindig. Dobtunk egyet.
és lövünk még egyet, le is győztük. Következő feloldásunk a zöld drága kő kihívás lesz a Temple Ruins pályán. Elértem a 11-es szintet, kaptam 5 chillberryt, 5 kristályt és 1 glowbee tojást. 4-es szintű Nitro and Drone. Az úgy tűnik ez a másik battle run, ahol az elején nem jönnek még annyira a hordók. Ha jól figyeltem meg, akkor kettőfajta battle run van még elkészítve itt a Sugar Leader című pályán. Igen, ez a paukos, jó. Már lehet a másik pályákon is kettő van, csak még most figyeltem ezt meg. Egy akumasz, és itt is van, dobálja a kis golyókákat, a nagyobb pedig leragad ott, ahol már elég közelben van Crashhez, és utána azt a sávot lezárja nekünk, tehát ő ki kell kerülni. Ez nem túl nehéz, úgy gondolom. Dobjunk egyet, aztán dobjunk még egyet, és legyőztük. Jöhet az Elektrolabor Asszisztens, 2-es szintű, tehát ez megint ismerős, itt az akumaszk, igen, szokásos, és itt van az Electrolab Asszisztens. Szerintem nagyon király támadásai vannak, nem egyszerű kikerülni, igazi kihívást ad. Egyrészt jönnek a gömbök, másrészt meg ezek a viszintes támadások, tehát a sávokat kell figyelni, illetve csúszni, amikor jön ez a fajta, itt kell csúszni. És jöhet a támadás, egy dobás, illetve még egy dobás, kész. Feloldottam a zöld drága kő kihívást, mondom is, hogy merre kell menni. Első elágazásnál balra a Pop Blossom virág irányába, utána újra balra, hiszen a jobbra irány az a hazavezet, és utána a jobb irányba, amikor a Nitric Fungus gombához vezet az út. És itt a checkpoint után jobb oldalt kinyílik ez a zöld drága kő kihívás. Visz minket a portál. Aha, itt kell legyőzni a paukokat, szóval csak volt egy ilyen. Jól emlékeztem, oké. Okay. Paukokat le kell győzni, akkor menjünk. Hát a zöldeket azokat könnyű, aztán a pirosokat már nem olyan könnyű, lássuk akkor ez itt így, jó, az egyszer a kettőt legyőzte, tovább ugrok, itt egy csúszás, itt, aztán gomba, 49 paukot kellene nekem legyőzni, reméljük ez menni is fog, hát többnyire a nyomógombokra kell rámenni, és utána akkor jók vagyunk, mert a nyomógomb mozdítja úgy a platformokat, meg ezeket a mozgó akadályokat, hogy legyőzze a paukokat is, tehát ez így van kitalálva, hogy menjünk rá a gombokra, kb. Ennyi. Ja, itt mondjuk van egy ilyen, hogy a TNT-t aktiváljam, oké, okay, tehát akkor az majd úgy fogja legyőzni, itt szintén, meg hát ha van olyan sáv, ahol jön így a zöld pauk, azt el kell pörögni, vagy lecsúszni. Felkiáltó jeles, megjelentette egy gombot, oké, okay. Itt ezen az oldalt, jó. Ajaj, na ez volt, ami nem működött talán, de most működik, most az is működött. Úgy gondolom, hogy az felrobbantotta. 43x49, úgy láttam. Ú, ezt rosszul csináltam, az akumaszkot elveszítettem, na se baj. Itt egy nyomógomb, oké, okay, aztán fel ide. 48x41, ott maradt valahol. Hát gondolom valahol egy TNT nem aktiválódott, szerintem az lehet. Korábbi kihívásnál is volt ilyesmi, de utána meg beadta a TNT aktiválást és meg lett. Rosti Lab Assistant, 2-es szintű. Ez a hordós battle run. Itt le kellett jönni ide és így csúszkálni, aha, ismerős. És itt van a Frosty Lab Assistant, dobálgatja a nitrókat, jönnek gondolom azok a slime-ok, igen, ott ugrálgatnak már a távolba. Várja. Ő két sávot is kitakar, tehát vannak a nagyok, ő két sáv... Kicsit el lehet pörögni egyen? Nem lehet elpörögni. Jó, hogy sikerült kikerülgetni, de nem egyszerű amúgy ez a kerülgetés. Hát tényleg olyan sokan meg gyorsan jönnek. Lényeg, hogy legyőztük. Ez még micsoda? 41 mi? Robo Neocorte? Na győzzük le Scorporillát. Na itt van ez a kis Barry. Kérem az akumaszkot, így lefogyasztottam és mehettem. Oké, ott a következő kis gyümi. Ezt dobom ide, és akkor a crash pont az itt is egy crash pont, köszi. Jó, itt van még egy gyümölcs, azt mondja, itt ezt így, ide fel, köszi szépen, nem crash pont? Na jó, akkor ha ide felmegyek, itt lesz a végén. Hát itt se tűn, ha bár erre még, itt erre, az sem. Egy gyümölcset, akkor köszi, hogy ja, gyümölcs, és innen akkor így a crash pont. Na jó, van. Még egy checkpoint, és itt az akumaszk, és itt van Nitro Scorporilla, ez a 2-es szintű változata a Sewerer Leader pályán, úgyhogy vágjunk bele. Dobom neki itt középen ezt a gyümölcsöt, ő pedig egy sávot támad, meg azokkal a golyókkal jön még. Aha, oké, hát úgy tűnik gyakrabban végzi a támadásait. Úgy veszem észre, már kell nekem ez a gyümölcs itt. Gyakrabban küldi a kőgolyókat. Kőgolyóknál meg jobban oda kell figyelni, mert hirtelen jönnek, és nem tudni, hogy melyik sáv
tovább landolnak. Vagy hát nem olyan egyszerű látni a sávot. Még kettő támadás kellene. Na még egy. Hol a gyümölcs? Ja, ott van. Itt a gyümölcs, eldobom, és lássuk, akkor eltalálja. Szuper, akkor egy támadás, még egy támadás, és még egy támadás, és így legyőztük a második szintű Nitrous Corporillát. Így pedig feloldottuk akkor a következő boss-t, ez egy új boss lesz, Robo Neocortex. És meglett a 12-es szint, kaptam 5 Poblossomot és 4 kristályt. Ugyanúgy a Super or Later pályán leszünk, folytassuk Frosty Arachnid 3-as szintű. Hát mégis a Lost City-be hozott el, a zene meg a Super or Later-ös, szóval akkor így változott ez meg. De menjünk és akkor nézzük ezt az új boss-t, mert már volt Nina új boss, de most akkor itt van Robo Neocortex. Hát még az igazi Neocortexet nem győzhetjük le, viszont itt van már ez a robot változat. 4 csatlós, és utána mehetünk ellene. Kíváncsi vagyok, hogy milyen támadásai lesznek, illetve hogy mi lesz a következő feloldani valóka. Fes pont újra, és ugrunk be ide, ahol itt van a Frosty Arachnid. Ú, de gyorsan, figyeld, hogy jönnek egymás után a paukok. Meg a nagy szikla. Kőgolyó, figyeld. Vagy hát inkább paugolyó. Na gyerünk, dobjunk akkor neki egyet, aztán dobunk neki még egyet, így le is győztük. Következő feloldások, mennyi minden, figyeld, Inferno Dingodile, aztán Inferno Labor, abban az Inferno Serum, és utána a Dynamite pálya is a 45 drága kőnél. Hát akkor ezt meg kell csinálni, 4-es szintű Nitroendron Temple Ruins pályára kerültünk, oké, most már vegyes vágott van, össze-vissza dobál minket a játék, a kihívások egymás után érkeznek, és jó sok Wumpa sor, figyeld mennyi Wumpa egymás után, nem semmi, ott az a crash pont, ide átugrok, pörgök, fuhú, ez jó volt, itt lesz egy gomba, erre felugrok, ott pedig lent, itt a crash pont, jó, itt is egy szélen, és itt vagyunk, kezdődhet a csat, és itt vagyunk, akkor hó, azt még azt hittem ki kell kerülni, de most már jöhetnek a támadásaink, és akkor még egy dobá, nem gondoltam, hármat kell, nem baj, a lényeg, legyőztük, 3-as szintű Frosty and Drone, na most már jöttünk a Super or Later-re, itt ez a kis takarító robotos fajta betör rám. Itt van fent a crash pont, és akkor itt jön a holdó, ahol át kell csúszni. Oké, megvan. Frosty and Drone dobálja nekünk a hógolyókat. Elég sok jön, ez igaz, de mindegyik csak egy-egy sávot foglal le. A kicsiket át lehet ugorni, a nagyobbak pedig lezárják teljesen a sávot. De már itt is vagyunk, egy utolsó kerülés, és akkor egy enszén dobás, utána még egy enszén. Most csak kettőt kellett. Nem baj az. 4-es szintű Frosty and Drone. Temple Ruins-ra érkezünk vissza. Ezek a lángok mindig váltakoznak, figyelni kell, hogy nehogy akkor váltson, amikor mi megyünk átugorni. Tehát az szokott szabad lenni, ahol mehetünk. Jó. A paukok is. Jó. Többen és többen vannak. Várjál. Ho-ho. Itt a lángon. Itt lehet menni. Jó, jó. Sikerült, de már jönnek ezek a golyókák is. Hát itt van minden. Akumaszkot elfogadom. Ott van fent a magasba a crash pont. Innen megyek, pörgök. Jó. Aztán ide föl. Jó, itt is egy crash pont. Milyen magasba vagyok már. Ez igen. Jó, kikerülöm még őket. Á, de mennyi van, figyeld mennyi. Már csak itt van. De ott most, wow, azt hittem, hogy ott vajon ki segített nekünk amúgy, vagy mi volt az. Na jön már, kőgolyó gurul felénk, aztán jönnek ezek a Frosty támadások. De már itt is vagyunk, oké, és akkor egy dobás, utána még egy dobás, és ennyi volt. Újabb drága kő a miénk. És akkor jöhet Nitro Robo Neocortex 1-es szinte. Na lássuk, mit tud ez a Neocortex ellenünk, megint itt a gyümölcsös támadással jövünk, már is van egy akumasz ott a crash pont, és itt mutatkozik be Nitro Robo Neocortex, a tiszta robotos hangja van, azt a támadásai pedig a rakéták, amik lezárják a sáv bizonyos részeit, lézerszem, ami 2 sávot elfoglal, megint a rakétákkal jön, aztán a lézerszem megint, vagy hogy lesz ez, oké, lézerszem mutatja, hogy melyik 2 sávot majd el fogja találni. Hú, ez vagány nagyon, és a zenéje pedig az, ami Nina Cortexnél is volt, ez a kemény rockos gitáros dal, ez király nagyon. Nem semmi. Ó, vagy csak egy sávot foglal le a lézerszem, nem vagyok benne teljesen biztos, de lehet figyelni, hogy hova lő és hova néz. Egy sáv talán lehetséges, de én inkább vigyázok és tekintem 2 sávnak, az a biztos. Na még egy életpontja van, eldobtam az utolsó gyümölcsöt, eltalálta és jöhetek én. Egy enszén, még egy enszén és egy harmadik enszén dobás, lövés, találat, így pedig Robo Neocortex
mehet vissza Cortex-hez. 13-as szintű is lettem, 3 darab kristályt és egy Snowwagget kaptam. Mivel legyőztük Robo Neo Cortex-et, kaptunk egy különleges ajánlatot, 55 kristály, 15 ilyen és 15 olyan, 1800-ba kerül. Készítsük el az Inferno labot. Itt hát elég furán mutatja, nem a kamera az most hova. Na így már itt van az Inferno labor, oké. Okay. Inferno szérum 20 perc és kellenek ezek az összetevők. Gondolom majd az új pályáról lehet ezeket szerezni. Itt van a Dynamite pálya, akkor a Wumpa sziget feloldva, ott van az Alpha rész, meg még Poblosson, meg ez a két új összetevő. És akkor itt lesz majd Dingodile Inferno változata. Oké, okay, szerintem jó kis előrehaladásunk volt. Megismerem akkor a Dynamite-os Collection Run-t és gyűjtögetek mindent, ami csak kellhet ennek a bossnak a legyőzéséhez és a továbbiakhoz is, hiszen mindig farmolgatok és gyűjtöm a fegyvereket, készítem a portál fegyvereket azért, hogy akkor minél tovább el tudjak jutni, amikor videófelvételre kerül a sor. Első dimenzió a Wumpa szigetünk, ott már megvan minden 4 pálya, itt mellettem a harmadik pályának, a Temple Ruins-nak a Platinum Relikvia megszerzését láthatjátok, találkozunk legközelebb!